Hogyha beszéltél a keresztényi önfeledtségről, mi akadályoz meg minket, fiatalokat ebben a keresztényi önfeledtségben napjainkban? Ami először most eszembe jut, az a félelem. A félelem attól, hogy egyetlen életünk van, és közben van egy nagy relatív szabadságunk, és hogy jaj, el ne roncsuk. Jaj, hogyha ezt választom, akkor a másikat nem választom. Ha ebbe az irányba döntök, akkor mi lesz? Hogy rövidnek érezzük az életet. Úgy gondoljuk, hogy nem fog minden beleférni. És akkor ez túl nagy félelmet okoz nekünk. Hogy jaj, ha ezt a fiút választom, mi lesz a többivel? Ha az a lány lesz a feleségem, és akkor mekkora veszteségeim lesznek? Ez szinte a legnagyobb nehézség. És hogy tulajdonképpen itt éppen a spiritualitás van segítségünkre, mégpedig, hogy rájövünk arra, hogy minden nem fér bele az életbe. Hogy senkinek sem egész az élete, viszont lehet teljes. És hogyha váltunk, és már most nem mindent akarunk, hanem a teljességet, akkor az éppen elfogadhatóvá teszi, hogy ez az hiányzik majd belőle. Hogyan tudjuk a legegyszerűbben mutatni ezt a teljességet a többiek felé, a világi fiatalok felé, akiknek nincs kapcsolata Istennel közvetlenül? Kétségkívül, hogyha éljük, hogyha például éppen a velük való kapcsolatunkban is megmutatjuk azt, hogy mit jelent elfogadhatóvá, elhordozhatóvá tenni gyöngeségeket, gyarlóságokat, saját magunkra vonatkozóan, és közben pedig mégis elégedett, boldog életet élni.